Jó reggelt, sziasztok! Van egy képem, hangom, egy ötös kérek szépen. Hát, ha nem, Mikér Geres. Ah, jó. Tegnap Hosszúsanyi barátom fölhívott. Nem tudom, Hosszúsanyit ismeritek-e. Aztán meg ő is egy ilyen Mikér Geres hangon jelentkezett be, és régen mindig nevetett ezen. Úgyhogy most a hóért akasztották, mert ő is így ebbe a Logitech C270-es kamerás történetbe esett bele, úgyhogy ha valakinek van ilyen kamerája, néha ilyen kiegeres hangot csinál, de egyébként jó minőségű. Na hát sziasztok, nagyon meleg van nálunk, nem tudom nálatok milyen az idő, de mindenkinek ajánlom, hogy egy pici kis mentateát igyatok, úgy naturba, én is ezt teszem, illetve hát ha lehet, akkor most kapcsoljátok ki majd a számítógépet, maradjatok velem egy ilyen 10 óra környékén, befejezzük a reggeli tréninget, aztán így menjen mindenki egy kicsit ki a szabadba. Én jelen esetben azért is vagyok már úgy fölöltözve, hogy egy kajakruhában vagyok tulajdonképpen, úgyhogy már alig várom, hogy a Tisza mossa a lábamat. Ezt csak azért mondom, mert tudjátok, imádom a Tiszát, az a egyik legnagyobb szerelmem, és egyszerűen nem tudok nélküle lenni, és ez azért mondom, mert van, akit szegediek is, és menjetek ki, 28 fokos a Tisza, tehát ez durva, nem is tudom, hogy bírják azok az emberek, akik ilyen beton rengetegben élnek, aztán be vannak zárva. Úgyhogy szia Barta, Magda Berta, sose tudom, hogy hívnak téged pontosan, hello. Azt mondja Judit, nehezen. Hát én mindig azt mondom, hogy a nyárnak örülni kell, mert meleg van, a télnek meg akkor kell örülni, amikor hideg van. Én látok embereket egyébként, akiknek semmi nem jó. Tehát, hogyha meleg van, akkor az a baj, akkor most mi van? Ha hideg van, akkor meg az a baj. Egy kicsit meg kéne fordítani a gondolkodást, és annak örülni, amink van. És mindig szoktam mondani, hogy de jó, hogy nem lőnek. Nem furcsa, hogy a mi korosztályunk, ugye ki sem tudom mondani, ki sem merem mondani, 67-es vagyok, de egyébként 45 után lévő született emberkék már elmondhatják, hogy tulajdonképpen nem volt háború, mint ahogy észrevettétek. És mégis rosszabb a hangulat, mint a háború után. Hogyan van ez? Na jó, nem megyek bele. Igen, mert a 67-es vagyok, úgyhogy közeledek az 50-es célba, úgyhogy nem sokára születik az unokám, már készítek egy 4 hónapos kis bébi van a kislányom hasába, úgyhogy mindig küldözgeti nekem a felvételeket, olyan szuper, ilyen színes, ilyen ultrahangos képeket küld a lányom, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és már most lassan tudom, hogy fiú lesz-e, vagy lány. Na, oké, nem ezzel akarok traktálni benneteket. 35, azt mondja, 85. igen, 85. naphoz érkeztünk, ha minden igaz, ha jól számolok. Célegyenesben vagyunk a 90 napos tréninggel, és én ajánlom minden nyitoknak, hogy csatlakozzatok rá, iratkozzatok fel az én YouTube csatornámra, és hát folyamatosan kapjátok a reggeli tréningeket. Aki szeretne az interneten pénzt keresni, esetleg egy 10-est írjatok már ide, aki szeretne, és nem csak keresgélni, tényleg találgatni is most már, az alkalmazza azt a 90 napot. És rengeteg jó hírem van, mert ugye nézem a titkos anyagokat, és ugye David Wood egyik legdrágább anyaga nekem megvan, a Team Building Formula, és ugye a hölgyek, akik nagy szeretettel fordítják, nagy gőzerővel a Zsuzsi és a Judit ezeket az anyagokat, és hát ugye bele-bele nézegetek, aztán nézem, hogy hát ez a David azért oda teszi magát, és hát olyan információkat ad át, aminek egy részét már én is meg fogom osztani veletek, amit Magyarországon nem tudnak. Valami kis sejtés van, de igazán pontosan, hogyan kell felépíteni egy hálózatot, és főleg interneten, ezt nem nagyon tudják. Tegnap ugye elkezdtük azt a dolgokat boncolgatni, hogy milyen kategóriába vagytok ti, illetve azok, akik beiratkoznak egy network marketingbe. Ugye nekünk a fő piacunk a networkerek, és ugye remélem most már tudjátok, hogy melyik kategóriában vagytok, és ugye mindenki szeretne egy szinten magasabb, vagy kettő szinten magasabbra lépni. Hát ebbe adok ma is segítséget nektek, és ugye tegnap ott hagytam abba, hogy ugye kiboncolgattuk, hogy ki melyik
szintben van úgy körülbelül, és most van egy kérdésem, hogy az úgynevezett vizionárus kategóriába kategorizálta-e már magát valaki? Tudjátok, a vizionárus az a kategória, aki kicsit messzebb lát avval, hogy mit tudom, hogy elad egy-két terméket, hanem neki komoly szándéka van avval, hogy itt az interneten, abban a rendszerben, amiben van most jelen pillanatban, egy 90 napon belül, és hangsúlyozom, nem 1-től 5 év, mert ezt mondják sok network marketingesek, nagyon távoli az 5 év, de 90 nap múlva meg tudod váltani a szabadságodat. Ezek nem nagy szavak, egyszerűen alkalmazni kell ezeket a lépéseket, amiket David Wood elmond, és hogyha alkalmazod, akkor megtörténik veled a csoda. Nekem sikerült, és higgyetek el nekem, sokkal nehezebb volt, mint bármelyikőtöknek, mert nehéz feldolgozni nekem is anyagokat, de egyetlen egy dolog volt, ami esetleg különb volt sok embernél, nagyon szorgalmas vagyok. Tehát én akkor is dolgozom, amikor már másik lefeküdt, sokszor látjátok biztos, hogy még mindig zöldben vagyok, azért, mert dolgozom fel az anyagokat, fordítjuk, alkalmazzuk, tanítjuk, dolgozzuk fel, fordítjuk, alkalmazzuk, tanítjuk, tehát ez folyamatosan, amit a David Wood elmond, ezt én gyakorlatban csinálom. Föl vagyok iratkozva egy pár ilyen hírlevélre, persze főleg magyaroknak a hírlevelére, és én mindig így mosolygok magamba, hogy ezelőtt 5-6 évvel lévő technikákat alkalmaznak, illetve tanítanak az interneten, és képesek elkérni 15-20-30-40 ezer forintot egy kurzusért. Hát lehet, hogy ezért megköveznek, de olyan technikákat, amik a legmodernebbek most, és ezeknek a lépéseit itt a reggeli meetingen el tudod sajátítani, be tudod építeni, és alkalmazd. És itt megállok egy picit. Nagyon sok munkatársnál látom, hogy ilyen lelkesen dolgozzák fel az anyagokat, és itt megáll néha a dolog. Nem elég. Az a sikerhez nem elég. A sikerhez értékesíteni kell, és értékesíteni úgy tudsz, hogy feldolgozod az anyagot, és már abba a pillanatba alkalmazod. Az első, hát kettő olyan szoros téma van, amiben sokan elbuknak, és ugye egyik az maga a vevőtalálás, az az első vevőknek a megtalálása, a második pedig a megtalált vevőknek a szponzorálása. Nagyon-nagyon fontos ez a két terület, ezen kell nagyon figyelmesen dolgozni. Higgyétek el, hogy ez nem egy olyan megtanulhatatlan valami, egyszerűen követni kell a lépéseket. Én folyamatosan, aki nekem direkt munkatársam, és a szponzorokat mindig arra biztatom, hogy az elefántot így lépésről lépésre kell megenni, tehát óvatosan olyan videókkal, hanganyagokkal látom el én is, és ti is szponzorok, lássátok el a munkatársakat, amit napi szinten feldolgoznak a munkatársak, amikor készen vannak a feldolgozással, akkor kérem a következő videó van. Én mindig így reggelente szoktam küldeni a videókat, és csak akkor küldöm el a videót, ha az előző videó tényleg föl van dolgozva. Aztán néha megállok, mert ugye ha nincs eredmény, nem küldjük a videókat. Csak azért nem, mert most jó kedvünk van, hanem tényleg dolgozzátok föl. Olyan jó helyen vagytok, hogy nem is gondolnátok, mert aki velünk együtt kezdett, ugye a régi motorosok, pontosan tudjátok, hogy milyen buktatókon kellett keresztül mennünk. Ezeken már nektek nem kell keresztül menni. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy úgy értékeljétek egy picit, egy icipicit, hogy milyen helyen vagytok. Folytatom a tegnapi tréninget az egyik olyan témával, ami ugye maga a vevő találás. Ugye a rendszerekre fogok ma beszélni, aki nem tudná. És ugye le kell egy picit állnom azzal, hogy ugye magát a vevő találást hogyan tudod nagyon gyorsan az első 8-10 vevődet megtalálni. Nem tudom, erre kíváncsiak vagytok-e még, ez egy kicsi ismétlés, de egyszerűen muszáj, mert ugye aki ezt nem tudja, az hiába dolgoz fel bármilyen anyagot, nem tud szponzorálni, mert nincs kit szponzorálni. Ugye? Tehát az első az ugye, hogy ha egyetértetek velem, hogy mindenki abban van benne, hogy becsatlakozik a rendszerbe, igen ám, de akkor kit lehetne beszervezni csúnya szóval, de megmutatni azt, hogy miben vagy benne. Na most itt mindig szoktam mosolyogni, mert mindig a saját példámmal mutatom be ezt. Én az első héten, amikor én bejöttem,
Hát ilyen 16 regisztrációm volt körülbelül. Az a 15-16 ember, most nem tudom pontosan, akivel nagyon-nagyon szoros üzleti kapcsolatban voltam, és tudtam azt mondani, hogy figyelj, de úgy néz ki, hogy ez most egy olyan dolog, amit én most elkezdek mindenképpen, mert szükségem van arra, hogy az interneten jól tudjak kommunikálni. Volt akkor egy telekommunikációs cégünk, ugye, amit reklámoztunk, meg ugye nekem volt az én cégem, a Herbalife, amit muszáj volt valahogy kitenni az internet. Nem tudtam, hogy hogyan kell, azt gondoltam, hogy tudom, de mégis nem volt konverzió. És ez a 15-16 ember, az, mivel ugye én soha nem csesztem át őket, így hallgattak rám, becsatlakoztak a rendszerbe, és nagyon gyorsan megtapasztaltam én az anyagi vonzatát, hogy ugye ingyenesen lehetett üzemelni az irodát, már kerestem a marketing rendszer szerint egy olyan $300 körüli pénzt, az arra elég volt, hogy láttam, hogy működik a dolog. Igazán nem sokat érdekelt még akkor a marketing része, mert ugye a fő csapás maga termékhasználat volt. Most picit itt megállok, nálad is, hogyha van egy olyan, bejöttél a rendszerbe, van egy terméked mondjuk, akkor szedd össze azokat az embereket minél gyorsabban, akikkel szoros kapcsolatban vagy, és mondd el nekik, hogy figyelj ide, most benne vagyok egy olyan történetbe, ami hát most ez előre viszi az én munkámat. Nézd meg ezt a videót, figyelj, én is ezt megnéztem, és ha úgy gondolod, akkor gyere, együtt csináljuk, segítek neked, nekem van egy jó mentorom, van egy jó csapatunk. Tehát mesélj erről, vezest föl a csapatot, és ez nem egy ilyen beszervezés és munka, nem, hogy azt higgyétek, nem egy olyan spam telefonálásos kategória, egyszerűen őszinte el kell mondani, hogy figyelj, én most ezt csinálom, ez egy jó termék, én adom a nevemet hozzá, és hozod befele az embereket, és rögtön kapsz annyi pénzt, hogy utána azon fogsz gondolkozni, basszus, hát ez tényleg jó dolog, tényleg olcsó az elindulási költség, $9 már el tudod kezdeni, az összes olyan hirdetést, amit esetleg eddig csináltál saját cégednél, meg tudod vele spórolni, tudsz egy csomó olyan benzint, kávépénzt, meg egy csomó időt megspórolni, amit eddig most kiköltek ezzel, ugye. Fontos, amikor így beszélgettek a meghívott emberekkel, mindig mondd azt, hogy nem kell más csinálnod, mint eddig. Ugyanaz kell. Nem arról szól a dolog, hogy te most vagy egy cégnél, és gyere már, most találtam egy olyan marketinget, amit most hajd a froszba, te cégedet, gyere majd ebbe. Tudjátok, ez a gyere át az én hálózatomba a stílus. Nem. Figyelj, ugyanazt csinálod, ugyanaz a munkamódszer, csak átvisszük egy nagy részét az internetre. Na most az a hálózatépítő, aki erre nemet mond, az én azt tudom mondani, hogy buta. Tehát én minden egyes ajánlatot, ha hiszitek, hanem meg szoktam nézni, amit úgy gondolok, hogy a szívemre hallgatva. Tehát hogyha úgy közli velem valaki, hogy őszintén, hogy figyelj, tehát ugyanaz a megközelítés, én meg szoktam nézni. Volt olyan, amiben belefutottam, hogy úristen, kár volt, de az esetek többségében az az ajánlat, az jól volt, amit valaki ajánlott nekem, egyedül annyi, hogy esetleg én most nem voltam kész arra, hogy én ezt elkezdjem. Ilyen volt az Empower is annak idején, nekem ajánlották már, ilyen volt a Vovi is annak idején, ajánlották, de nem voltam ott abba a szinkronba, amiben ugye a jelölt, aki ajánlotta nekem, tehát ez a szinkronicitást, ezt meg kell tanulni. Na most ez tulajdonképpen a megközelítése az embereknek, és itt van az a szó, hogy megközelítése az embereknek. Hogyha te úgy gondolod, hogy nincs meg az az 5-6 ember, akinek most tudnál szólni, akkor gondolkozz el, de nagyon komolyan, de tényleg, hogy nincs 5 ember, akinek én tudnék szólni, tudnék úgy beszélgetni vele, hogy figyelj ide, most van ez a dolog, gyere nézd meg, szuper ez a dolog, hogy elhívod ide a reggeli tréningre. Ha nincs ez az 5 ember, akkor eddig nagyon rosszak voltak az emberi kapcsolataik. Tehát eddig be voltál zárkózva, vagy remete voltál. Vagy egyszerűen, nehogy megharagudj most, amit mondani fogok, lehet, hogy átcsesztél egy csomó embert. Lehet, hogy egy csomó embert behoztál már valamilyen rendszerbe, aztán lehet, hogy ott hagytad őket, mert beleugrottál egy másik rendszerbe. Nem tudom. Volt olyan barátom, aki megkérdezte, hogy figyelj, hogy csinálom én ezt? Annyi embert már úgymond átcsesztem, ő rájött erre. Figyelj ide,
szimpatikussá kell válnod. Nincs mese, újra kell kezdeni. Szóval, hogy váljak szimpatikussá? Mondom, az első az, hogy ne legyél unszimpatikus. Kezd el a rendszerünket, kezdj el blogolni, mutasd meg magadat, állj ki az emberek elé, mondd azt, hogy figyeljetek ide. Eddig annyi mindenen megkerestelek benneteket, és hát bevallom őszintén, hogy lehet, hogy úgy elcsesztem a renomét nálatok. Nem tudtam. Nem tudtam, hogy kell kommunikálni az interneten. Most viszont úgy néz ki, hogy rájöttem a titokra, hogy hogy kell kommunikálni. Most is úgy kereslek meg téged, hogy én nem akarlak beszervezni semmibe. Távol áll tőlem, hogy most átcsesszelek. Tényleg komolyan őszintén beszélek veled. Így nézd bele a kamerába, úgyhogy lássa a szemedet. Ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy neked ne szóljak. Mert ez a történet, ami most van, ez azért egy ilyen, hát nekem megdobogtatja a szívemet. Figyelj, nézd meg ezt a videót, és utána meg fogod látni, hogy neked ez menni fog-e, vagy nem-e. Gyakorlatban mutatják meg, hogy hogy kell interneten dolgozni. Hogyha elhiszi a jelöltet, hogy az internet az, ami a jövő eladási technikájának egy nagy részét leveszi a vállunkról, tehát mi networkerek az elég sokat rohangáltunk már eddig, hogyha egyetértés van, tehát föl tudod kelteni a figyelmet, és egyetértés van, akkor ha valaki megnézi az első videót, mondjuk a David Sharpnak az első videóját, ugye ne telefonálj videót, vagy a Bootcamp 3-at, ahol ugye rendszert mutatják be, vagy az új eladási videónkat, az okos rendszernek a videóját, valaki megnézi, és ha erre nem indul be, gyorsan ki fogod deríteni egyébként, akkor hagyni kell. Nem kell többet csesztetni, hogy na most gyere, hát megnézted-e a videót, sajnos nem lehet, hogy nem nézted meg. Esetleg elkéred az e-mail címét, megkérdezed, hogy információkat küldhetsz-e, erről bármikor le lehet iratkozni. Ugye ez is egy technikája az internetes eladásnak, de nagyon-nagyon diszkréten, tényleg ilyen, azt tudom mondani, intelligensen kell beszélgetni a partnerekkel. És itt van rögtön a következő dolog, hogy én azt látom, és nem tudom, egyetértetek-e velem, hogy nem tudnak az emberek ismerkedni. Tehát ilyen spam kategóriás ismerkedés, én így hívom, van az interneten, hogy rád írnak, hogy ez a világ legjobb üzlete, meg se kérdezik, hogy egyáltalán téged érdekelne ez a dolog. Nem tesznek föl kérdéseket, ugye az arcodban nyomnak egy csomó dolgot, aztán ugye persze, hogy te is kilövöd. Találkoztatok már olyannal, aki bennőtöket, vagy benneteket megkeresett valamivel, és hát ugye néztél rá, most mi van? Most együtt homokoztunk valamikor a bölcsibe, és most megkeresel, én be föl vagyok iratkozva, vagy föl vagyok a névlistádra írva. Volt már köztetek ilyen? Egy tízest írjatok már, aki esetleg úgy járt, mint én is annak idején, hogy megkeresnek benneteket. Egy tízest írjatok már, hogy vagy aki esetleg tegnap kapott valami olyan üzenetet, hogy figyelj, most aztán, hú, mit tudom, milyen Matrix meg. Nem is kell fizetned se ingyenes regisztráció, bejössz, aztán már figyelj, dől a lé. Tudjátok, ez a úristen kategória. De ez tényleg. Na most, hogyha te megbotránkoztál már ezen, volt már olyan, hogy na már megint egy pancsát, tehát volt ilyen érzésed? Nyugodtan írj be egy 8-ast, hogy már volt ilyen érzésed, hogy na, még egy pancsár, most mit akar ezen tőlem, akkor állj meg egy picit, nézd meg, hogy te esetleg küldtél ki valamelyik héten, vagy tegnap esetleg ilyen spam kategóriát. Én is jártam így, hogy miért kapom én ezeket folyamatosan. Ugye a vonzás törvénye, amit adsz, az kapsz. És hogyha te sok ilyet kapsz, azért nézd meg, hogy te ugyan küldesz-e ki. És akkor rá fogsz jönni, hogy basszus, lehet, hogy én is kiküldtem. Hó, hát akkor lehet, hogy nem kellene. És akkor még mindig ott van, hogy jó, akkor most nem háborodok föl, hanem odaírod, hogy figyelj, jó ez az ajánlat. És akkor tehát kezded visszafordítani a történetet, hogy itt is sok kérdést kapok, hogy én hogy fordítom vissza. És ilyenkor csinálj egy videót. Nyugodtan, tehát ezt több helyre is el tudod küldeni. Nekem van ilyen videóm elkészítve, lehet, hogy már láttátok is, amikor az van tulajdonképpen, hogy figyelj, de jó az az ajánlat, nyom bele a videót, beállítod, és akkor mondjad, hogy figyelj, tök jó dolognak tűnik ez az ajánlat,
Nem igazán ismerem a cégeteket, de látom, hogy te akarod ezt csinálni, csak azt is látom, hogy talán nem jó kommunikációd. Ugye nem sértődsz meg, én teljes tisztelettel beszélek hozzád. Figyelj, én tudom, hogy hogy kell jó kommunikálni, rájöttem, hogy hogyan lehet, most is látod, hogy egy videóba szólok hozzá, tehát ez egy külön kategória, én gondolod, megtanítalak rá. Figyelj, legfeljebb azt mondod, hogy nem, ha viszont igen, keresd meg, beírlak a naptárba, és akkor elindulom, megmutatom neked, hogy hogyan lehetne a te cégedet úgy reklámozni, hogy amikor megkeresel valakit, akkor ő ne hajtson el a francba, hanem hívjon föl téged, és hogy akarom a te termékedet. De tudod mit? Én olyat ajánlok neked, hogy nem kell még megközelíteni embereket se. Ők maguktól fognak fölhívni. Szeretnél egy ilyet? Dolgozzunk együtt, gondolkozzunk együtt. Na most most így rögtönöztem nektek, de körülbelül ez az üzenet. Csinálj egy ilyen videót ma. Tehát az első házi feladat, és ez majd közelít a rendszerhez egyébként, mert most az egész rendszert úgy gyorsan dióhéjba el fogom nektek magyarázni. Ez az első, hogy ugye áttörni kell a munkamódszeren. Tehát nem speciálisan te most fogod magad és ilyen spam kategóriákat küldesz ki, hanem kettő dolog van. Meg tudsz közelíteni embereket, ha nagyon-nagyon azt akarod, hogy most a francba én ehhez értek, tehát semmi gond nincs ezzel, de közelítsd meg videóba. Próbáld ki. A videó az úgy fog hangzani, hogy szia, látom, hogy jó termékkel foglalkozol, mi most egy olyan munkamódszert csinálunk, amiben tulajdonképpen menedzselünk networkereket. Nem akarjuk, hogy ugye rosszul kommunikáljanak az interneten. Én látom, hogy a te terméket szuper, látom azt is, hogy te komolyan gondolod ezt a termékforgalmazást, és én segíteni szeretnék neked. Amennyiben elfogadod a jobbomat, nézd, így néz ki, hogy gyere, gondolkozzunk együtt, bővebben egy picit elbeszélgetünk, legfeljebb fél órát eltöltöttünk együtt, megismertük egymást, és soha nem lehet tudni, hogy milyen segítséget tudok neked adni. Egyébként megérdekelnek a termékek. Szerintem egy nagyon jó dolog, amiben te foglalkozol. Tehát fölépíted az ő termékcsaládját esetleg, hogy fölépíted őt saját magát. Nem tudom, ez értékes információ ez. Én ezt így alkalmazom, a múlt héten 12, majdnem 13, a 13-ban, amíg tárgyalunk, regisztráción volt ezzel a módszerrel. Ez nekem megy, higgyétek el, nektek is megy, csak egy picit így át kell törni azon magad, hogy te most ugyan tudsz csinálni ilyen videót. Erről is fogok nektek mesélni ma, mert egy nagyon jó hírem van, csak majd figyelmeztessetek rá, mert képes vagyok elkalandozni néha, hogy ha nem mondanám el, hogy hogyan tudod nagyon szuperül megcsinálni a videódat, mi kell hozzá, egy trükk kell hozzá egyébként, egy tudatállapot elérése egyébként, akkor írjátok már oda a reggeli meeting végre, el ne felejtsem. Oké? Na szóval, tehát a maga megközelítése az embereknek, behozatala a rendszerbe, ez az első számú szakterület, amit nagyon-nagyon profin meg kell csinálni. Tehát addig fölösleges tovább menni, hiába szponzorálás megtanítod, vagy megtanulod, vagy hiába tudsz te bármit magasabb szinten, lehet, hogy több diplomával is rendelkezel, de hogyha nem tudod behozni az embereket, bármilyen hálózatban is vagy, akkor elvérzel, és azt mondod, hogy fú, ez nem jó. David Sharpnak van egy nagyon jó mondása, hogy a networkerség pancser módon az, hogy orvosok járkálnak McDonald's rendszerekbe $6 jutalékért beírni embereket. Valami ilyesmit fogalmazott meg a David Sharp, nem pont ezzel, de nagyon jót mosolyogtam ezen, hogy valaki elvégez egy több diplomás orvos mondjuk, és képes elmenni egy network marketingbe, és $6 jutalékért erőszakolni meg szegény embereket, vagy a Tesco-ba, ahogy a David Bull is csinálta. Meg kell tanulni, és ezt meg lehet tanulni. Higgyétek el, hogy én azt látom, hogy sokan, akik nem voltak eddig sikeresek, lehet, hogy nincs is iskolázottságuk. Például Mark Hughes-nak a Herbalife megalapítójának 8 osztálya volt. De nem volt diplomás ember, de rendelkezett egy bizonyos dologgal, tanítható volt. És megtanulta azt az alapot, amit mindig is tanított, hogy a saját történeteden keresztül, és ez már egy kategória, ő egy ilyen egyetértést kell az emberekkel
egy nyelven beszélést kell az emberekkel fölvenni, és amikor már megszerezted a figyelmet, azt mondja Mark Hughes is, David Wood is ezt mondja, hogy szerezd meg az emberek figyelmét, és amikor ez megvan, tulajdonképpen utána le tudsz velük ülni beszélgetni. Megállok egy picit. Így ott is egy kis jó gyógytál. Mit jelent az, hogy egy nyelven beszélés? Van egy kérdésem hozzátok. Voltatok-e már ilyen, akár offline vagy online prezentáció? Tudod, beülsz a szállodába, jön a cégnek a tudom, hogy milyen képviselője, és akkor előveszi a fehér táblát, vagy a PowerPointot, és akkor így darálja lefele így, hogy hú, a cég ekkor meg ekkor alakult, itt vannak a cégvezetők, na most akkor mi lesz, és akkor jönnek a termékek, és akkor orakérték, százalékot, hogy ott ülsz, így folysz le a széken, hogyha hölgyből vagy, akkor most minket így jönnök, és akkor alig várod, hogy vége legyen, de még mindig nincs vége, mert mindig jön valaki, aki már talán egy jobb bemutatón vagy, akkor egy csomó tapasztalatot elmond, akkor utána hirtelen egy felugrálnak melletted a székről, tapsi-tapsi mindent, te meg ott feszengsz, rosszul érzed magad, és akkor alig nézd az ajtót, hogy lehetne kimenni. Voltatok már ilyen helyzetben? Tehát őszintén, aki volt már ilyen helyzetben, hogy hol az ajtó, tudjátok, az egy-egyes térjön már be. Ez nem jó. Ha voltál olyan prezentáción, ahol minden este ugyanaz megy, bejön a mi a csoda, egy a cégnek a képviselője, föl van öltözve, öltön, nyakkendő, szinte folyik már a székről, mert olyan duci szegény, mert annyira megvan már híza, és akkor izzadt fejjel előveszi a PowerPointot, és nyomja, te megnézed, mit akar ez, és az első 5 percben eldöntött, tehát nem is kell 5 perc, hogy unalmas. Tehát mutatok már unalmas tréningen? Azt mondja David Sharp, hogy egyszerűen nem is tudja, hogy ülnek a végig az emberek a tréningeken, és azt mondja, hogy amikor úgymond megvilágosodott ebbe a tekintetbe, azt látta, hogy azt mondták, hogy mutasd be a cégedet, mutasd be a termékeket, akkor egy-két tapasztalatot, meg a marketing tervet így lőtt föl, és akkor ezt naponta így nyomja, bennünket is így tanítottak ugye annak idején. Szegény Mikita Laci majd lefolyt a székről, állandóan nyomta szegény a bemutatót Fézleferi barátunkkal, és már két orosz száj még mindig mutatta, hogy a Matrixban, hogyha itt vagy, akkor most ezt csinál, akkor úgy dögeszre keresed magadat, és még várjátok a bónusz, és jöttek a Ferrari-k, és akkor ott ültünk, és atya úristen, mi lesz ebből? Voltak belépők, de ez a múlt témán. Viszont azt mondja David Sharp, hogy amikor a tökke tele lett azzal, hogy ő most ilyen rajzogatja fel a cégmutatókat, és kiment egyszer a színpadra, és akkor azt mondta, hogy mit szólnátok arról, hogy mit tennétek akkor, hogyha meghalna az álmotok. Tudjátok, ez a hatásszünet, így, aki David Woodot hallgatja, tudja pontosan, miről beszélek, hogy se cégbemutató, se termékbemutató, hanem egyszerűen mi van akkor, amikor tökötele van a világgal? Mi van akkor, amikor elveszik az álmodat? Mi történik ilyenkor? Képzeld magad a közönség helyébe, ott ülsz a háttérbe, vársz valamit, ami már most megmond, és egyszer kijön egy ember, és azt mondja, hogy mi van akkor, amikor elveszik az álmodat? Mit csinálsz? Rögtön odafigyelsz, nem? Hopp, hogy valami történik. És elmondja az előadó a saját történetét, akkor hanyat vágod magad, hogy 3 hónappal ezelőtt még egy WC tartályból szippantotta föl a drogot, mert annyi volt már csak neki, és ott hányta el magát, meg úgy elkezdett gondolkozni, hogy ez az élet, és 3 hónap után 400 000 dollár volt a zsebébe internetes forgalommal, azzal a rendszerrel, amit mi mutatunk itt az interneten. Na most erről a sztorira én biztos, hogy fölfigyelnék, nem tudom, te fölfigyelnél-e. Esetleg van benned egy kicsi szkepticizmus, hogy hát amerikai fickó, lehet, hogy ez nem is így van, de azért megmozdul benned valami. Az orakértéktől lehet, hogy nem mozdul meg, de ettől biztos, hogy megmozdul is. Ez az egyik olyan technika, ami azt mondja David Sharp, hogy egy nyelvet tudjál beszélni. És most itt vagytok többen termékesek, akik lehet, hogy már a weblapotokon ott vannak az orakértékkel ellátott cuccok, ami nem baj, mert kell ilyen is.
de legyen egy fő csapásirány, az egy nyelvet beszélésnek az iránya, amikor a saját történeteten és a többi emberkének a történetén keresztül mutatod be a cégedet. Tudom, hogy ez már unalmas, főleg, hogyha egy 85. napnál még mindig ezeket szajkózom, de azért mondom, mert én látok egy pár weblapot, azért figyellek benneteket, és én mindig látok ilyen amelyik mindig a termékről, meg hú, az MLM-nek a szépségéről, és akkor elkezdett győzködni, hogy az MLM az micsoda. Mondok egy konkrét példát. Van, aki ilyen nagy fölindulásból átment egy olyan céghez, aki ilyen tapaszokat árul, és látok nagyon jó kommunikációkat, viszont látok olyanokat, akik benne voltak már a mi rendszerünkben. Meg kellett volna tanulnia a kommunikációt. Erre hirdetési oldalakban, ekkora betűvel ki van írva, hogy ezzel megoldod a fájdalom csillapítását, és akkor állandóan ezt látom, hogy ezt posztogatja. Ilyenkor fáj a szívem, hogy úristen, ember, hol vagy, és mit hagytál ott azzal, most legalább akkor, hogyha elmentél egy másik céghez, legalább akkor alkalmaznád ezt. Nem tudom, nektek volt már ilyen, hogy látod, hogy egy hülyeséget csinál az ember, de hát ilyen is van, legalább tanulsz belőle. Visszatérve, egy nyelven kell beszélni, erről csináltunk már egy tréninget egyébként, de azért mondtam most ezt el, mert ez az alapja a dolgoknak. Oké. Tegyük fel, hogy már hoztál be embereket, és az a rendszernek a második része. Ezeket az embereket ugye be kell indítani. Na most a mi csapatunk kitalálta egy olyan jó 3 hónappal ezelőtt, egy hibából adódóan jöttem én is rá, ugyanis mondtam sokszor ezt a történetet, hogy elvesztettem hirtelen 35 embert, egy utazási cégnek a képviselőit, mert rá akartam őket bírni arra, hogy regisztráljanak be egy ingyenes oldalunkra, ahol oktató videók alapján meg tudják kreálni az ő oldalukat, akkor mi nem a Kátó volt, hanem egy teljesen másik. És ott véreztek el azok az emberek, hogy azt se tudták, hogy hogy kell bekapcsolni a számítógépet. Próbáltam én az offline jó menő házatépítőket rá erőszakolni a mi rendszerünkre. Nem ment. Be kellett, hogy valljuk, nem ment ez a dolog. Ekkor találtuk ki azt, hogy bejössz mondjuk házatépítőként egy rendszerbe, tehát a mi rendszerünkbe, mi fölépítjük neked az alapirodádat, ugye 3 irodával, tehát a 3 bloggolási lehetőséggel rendelkezhetsz, 3 weblapot tudsz fölépíteni, az elsőt fölépítjük neked, összeállítjuk az értékesítési csatornát, elmondjuk ugye, hogy milyen videókat nézzél meg addig, ameddig kész nincsen, és elindítunk. Na most itt egy picit megállok, tehát itt nem arról szól a dolog, hogy te bejössz, mi megcsináljuk a rendszeredet, te meg aztán úgy hátradőlsz és nem csinálsz semmit, hanem itt van a munka első része, hogy elkezded a rendszert alkalmazni, tehát földolgozod azt a videót, amit mi megmutatunk neked, és már az első posztbejegyzéseket az alapján megcsinálod, segítünk még ebben is, és kezded el kiposztolgatni az adott helyekre. Erről is van oktató videó, hogy ezt is megnézhetjük neked, de megmutatjuk. Nagyon egyszerű, mert csak fogod magad, ugye megmutatjuk, hogy csinálj egy fanpage oldalt a Facebookon, és szépen oda szépen rakosgatod kifele. Ha kell, kapsz tőlünk egy ilyen kattinthatós programot, teljesen ingyen adom mindenkinek, nem kérek érte pénzt, ami által kattinthatós képekkel is meg tud jeleníteni a te oldaladat. Na most azért mondom ezeket el, mert így mindig visszaugrok egy picit, ismételünk, hogy beleégjen a tudatba, hogy mit kell csinálni, és tulajdonképpen, amikor ehhez a ponthoz érek, akkor mindig az van, hogy ugyanazt a feltételeket biztosítjuk mi, mint az amerikaiak, ugye az angolul jól tudó embereknek, és itt van az a közös pont, ami ott van, hogyha te offline hálózatépítésben dolgozol, tartasz egy bemutatót, amit ha nem veszel fel videóra, az ugye elpukkan, ezt sokszor mondom, ezt vedd fel mindig videóra, hogyha offline harctéren vagy kint, csinálsz a szponzoroddal mondjuk a Lurdi házba egy bemutatót, mondd a szponzorodnak, hogy most ezt te lerögzíted, mert te ebből tanulni szeretnél, meg a te saját alsó vonaladnak is nagyon nagy haszna lesz, hogyha egy jó profi ember mutatja be a céget, ott van rögtön a tárgyaló partner, ha ő engedi, neki is az arcát lehet közben mutatni, tehát egy jó kis filmet lehet csinálni, és rögtön beépíteni az egyik blogbejegyzésbe, hogy így dolgozunk mi.
De látni fogják az emberek, hogy az a bemutató nem száll el, dokumentálva van, ott van, amikor meg korrigálni kell, természetesen lehet korrigálni. Tehát folyamatosan épül minden nappal fel a virtuális házikó. Mondom, idáig stimma dolog. A szépség az egésznek azt tudjátok, hogy vissza lehet nézni. Ha nem megy valamelyik munkamódszer, akkor olyan, hogy vissza tudod pörgetni. Megnézed a saját blogodat, ez a bemutató, ez lehetne jobb is. Lehet, hogy ez volt a probléma, miért nem tudok behozni embereket. Vagy túl sok száraz dolgot mondtam el, és most az én saját történetem az nem volt benne annyira. Akkor csinálsz egy olyan bemutatót. Tehát tudod ellenőrizni, korrigálni, hogy milyen volt az előző munkamódszer. Megállok egy picit. Szűcs Judittal valamelyik nap beszélgettem, és mondja nekem Judit, hogy ugye elkezdte átdolgozni a saját blogját, most egyre több ilyen tienses oldalt csinálnak a Juditék, érdemes nyomon követni egymásnak a blogjait, és így mondtad Judit, hogy így fogtad a fejedet, hogy úristen, miket írkáltam én, meg mi volt ez, mert teljesen másképp látod, más szemmel látod, és milyen jó, hogy így cenzúráztad saját magad. És most így szólok hozzátok, hogy nézzétek át az oldalaitokat, nézzétek meg, hogy benne van az az előtte, most és utána. Benne van az te saját történeted? Van elég társadalmi bizonyíték? Túl sok orakérték van esetleg? Ezt leveszed? Nem jó az értékesítés? Lehet, hogy az elkapó oldala túl erőszakos? Nézzétek meg! És ezzel a tudással, amit itt a 90 napon így végigjöttök velem, folyamatosan így cenzúrázd a saját magadat is. Mert hogyha ezt te komolyan gondolod, és tényleg a posztolásokat is úgy csinálod, nem erőszakosan. Lehet, hogy észreveszed, hogy ha jól csinálod a posztolásokat, akkor nem tilt le a Facebook. Jó barát lettél a Google-lel, lehet, hogy nem tiltja le a G-plusz irodádat. Lehet, hogy a YouTube is most már kezd felfigyelni rád, mert már több mint 20 ezer a nézettséged, mert értéket adsz, akkor lehet, hogy egyszer csak megkeresnek a YouTube-tól, hogy jó napot kívánok, itt megjelenthetünk hirdetéseket is, mert értékes az oldal, és akkor lehet, hogy kapna pénzt is. Bla, bla, kaptam már ilyen megkeresést, képzeljétek el. Úgyhogy ez azért jó, mert amikor rosszul csináltam én is, letiltották az összes YouTube videómat, elvették. Miért? Mert nem tartottam be a szabályokat. Nem volt meg a tudásom, hogy ezt így jól csináljam. Azt mondtam, hogy hagyjatok be engem békén, ha én bele akarom rakni Freddie Mercury-nek a zenéjét az én videómban, én belerakom, ezt le vagytok ti tojva. YouTube meg így kihúzta. Ott van a Sorbert Norbi példája. Azt mondta, hogy a nagy Sorbert Norbi majd hogy a Facebookkal szembeszáll, és akkor elkezdett levelezgetni a Zuckerbergerrel. Gondoljátok, hogy meghatotta? Kihúzta, kész, viszontlátásra. Vannak szabályok, be kell tartani. Sorry. Jobba kell lenni a Google-lel, stb. Stb. Amikor meg letiltanak, akkor meg gondolkozz el azon, hogy lehet, hogy tényleg sokat spameltem. Lehet, hogy valamit nem jól csináltam. És amikor igazságtalanul gondolod, bármennyire furcsa igaza van mindig a YouTube-nak, meg igaza van a Google-nek, be kell tartani a szabályokat. Ne veszekedjetek velük, csak azért mondom. Soknál kiverem a bisztit, de ez van, nem tudunk velük mit csinálni. Tehát visszatérve, behozod az embereket úgy, hogy szólsz nekik, annak a 4-5-nek, akivel te jó kommunikációs viszonyban voltál, elkezded őket szponzorálni az adott módszer szerint, fölépíted neki a saját oldalát, az értékesítési csatornát elindítod, mondod neki, hogy figyelj ide, nekem nagyon sok emberrel kell foglalkoznom, én csak annyit kérek tőled, amennyit én is belerakok ebbe, nem többet, nem kevesebbet, minimum annyi az elvárásom, én mindig segíteni fogok neked, itt van egy olyan csapat, beteszlek egy közös oldalra, amikor esetleg én nem vagyok, bármikor kérdezhetsz tőlük, ők fognak válaszolni, tehát tényleg egy jó működő kis Skype-unk van, és kezd el a blogolást azzal a módszerrel, amit a 90 napon meg tudsz tanulni. Most rászánod azt a 90 napot, és a rendszer része, hogy te most interneten megtanulsz
kommunikálni a saját cégeden belül, bármilyen terméked is van. Ha nincs terméked, akkor természetesen a mi termékünket, ugye az ingyenes weblap készítést ajánlod, aminek a jutalékja ugye a rendszerünk szerint 17,5 dollár személyenként. Ezt majd megtudjátok ugye a szponzoroktól. A lényeg az, hogy amikor idáig eljutottál, akkor mindig a következő lépés. Tehát ne menj előrébb, fölösleges. Tehát ameddig nem hoztál be embereket, addig egyetlen egy dolgod van a szponzorációval, saját magadat szponzorálod. Te legyél a legelső ember, akit szponzorálsz. Ezen begyakorlod. Ha te igen mondasz magadnak, hogy jó szponzor vagy. Ha nem, akkor cseszegessed a szponzort, magadat, majd látod, hogy mi a válasz rá, ezt én humorosan mondom, de ez így van. Ő eljutotta odáig a pontig, hogy itt rátetted arra a rendszerre, ami megmutatja helyetted is tulajdonképpen, mit kell csinálni. Tehát elindítottad, és azért mondom ezt a közös pontot, mert onnantól kezdve könnyű dolgod van, mert miről kell blogolni? Hát arról, amit napi szinten csinálsz. Ha nincs témád, akkor elmondom neked, nem dolgozol. Akkor nem tartasz bemutatót, nem csinálod azt a munkát, amit a network marketing szakma megkövetel tulajdonképpen tőled, nem alkalmazod az értékesítésnek a lépéseit, és nem is fogsz eladni, és nem jönnek a sikerek se. Tehát itt meg tudsz állni, de soha nem a rendszer a hibás, soha nem a szponzorod a hibás, hanem hát itt saját magad a hibás, hogyha kihagysz valamilyen lépcsőt. Ezt ugye gondolom nem kell ugye ecsetelni. Na most mi a következő lépés? Behoztál embereket, elindítottad a kalatukval, ők elkezdenek blogolni, és mi a következő lépés? Az, hogy lesz egy pici csapatod, mondjuk legyen fő 4-5 ember. Ott az egy már jó kis gárda, ugye már a Bibliában benne van, hogyha már 3-an összegyűltek a nevembe, akkor már ugye én is ott vagyok, ugye Jézus mondja. Fogod magadat, már 3 embered van, akkor az már csapatnak számít, és fogod, és ugyanezeket a munkamódszereket esetleg elkezded a saját szavaiddal, tehát nem térsz el, hanem ezeket a szavaiddal elkezded a saját profilodra, mint én is a David Wood tanításait az én profilomra, a magyar profilra rátettem. És hát itt le is írhatjátok nyugodtan, főleg most tienseseknek beszélek, mert ők már ugye ebbe benne vannak elég komolyan. Minden héten egyszer egy élő prezentációt, egy élő online olyan prezentációt, ami azzal kapcsolatos, hogy te hogyan dolgozol. Tehát nem csak termékprezentációra gondolok, ugye ez egyébként is megy, gondolom, ha nem, akkor tessék csinálni termékprezentációt társadalmi bizonyítékokat, különböző történetekkel megfűszerezve, ezt nagyon könnyen meg tudjátok csinálni, szponzortól kértek egy olyan irodát, ami alkalmas arra, hogy ezt ugye egy ilyen videós konferencia termet, mint nekem is van, vagy ha nincs ilyened, akkor hangoutba meg tudod kreálni, tehát most már a Vovit is utalérte, ugye a Google-nek a hangout szolgáltatása, fölmész, megtanod a hangoutot használni, és legalább hetente egyszer egy élő találkozót, ahol látják a szemedet, a kisugárzásod, a személyiségedet, és beszélgettek a 12 lépés szerint, ezt is megtanítjuk, hogy a top producer formula 12 lépés szerint hogyan kell fölépíteni egy bemutatót. Erre most nem térek ki, ugye sokszor megkreáltuk már, ezért gyertek egyébként a Mesterelme tréningekre, ezeket megtanuljuk. Fogod magad, tartasz egy képzést, összeültök különböző helyeken, ugye nem egy helyen vagytok, van, aki Szegedről, van, aki Budapestről, én Csongrádról, akkor bejönnek, tök mindegy milyen helyről, Ausztráliából például. Beszélgettek egy adott termékről, elmondjátok a tapasztalataitokat, és a 12 lépés szerint eladtok. Ott is. Hívtok oda vendégeket, minden egyes helyszínre 2-3 embert, oda magadhoz is, offline is nyugodtan elhívhatod a barátodat, gyere, megmutatom, hogy dolgozom, nézd meg, lehet, hogy az otthoni munkavégzés ebből a szempontból neked is jó lesz, mutasd be gyakorlatban, mindig az számít, hogy te gyakorlatban mit teszel, nem az, hogy mit mondasz. Odaülteted magad mellé, ha mondjuk van 5 helyszín, minden 5 helyszínen van meghívott vendég, rögtön 10 vagytok, esetleg ők is hívnak vendéget, meghirdetek kicsit a Facebookon, hogy ma 18 órakor lesz egy tréning, gyertek el, nem is tréning, hanem egy közös gondolkodást, hogyan,
oldjuk meg ezt, meg ezt, meg ezt a problémát, gyertek el, ingyen van, jó, mint a barátok közt beültök, és tényleg barátok közt lesztek, és akkor lehet, hogy egy adott problémát meg tudsz oldani azzal a kliens terméken, vagy fejfájást, vagy bármit. Akármilyen szakterületen vagy, ezt meg tudod csinálni. Tehát behoztál embert, elkezdő szponzorálni, összeültök minden héten legalább egyszer egy ilyen konferenciaterembe, és nagyon fontos videót készíteni erről az egész történetről. Miért? Hogy be tud tenni a virtuális házikódba, a kalátukba, hogy bármikor erre forgalmat lehessen generálni, tehát azt fogják látni az emberek, hogy te nem úgy tartasz bemutatót, hogy előveszed a PowerPoint anyagot, hanem úgy tartasz bemutatót, hogy mutatod élőben, hogy te hogyan dolgozol folyamatosan. Én most a Herbalife-nál csináltam 5 ilyen videót, én nem tettem föl az oldalamra, és ezt ebben a módszerrel gyönyörűen lehet építeni. Ezt aztán egy videót tettem föl az oldalra, gyönyörűen konvertál már. Ezt azért mondom, ez a rendszernek egy része. Utána természetesen, ha van egy konferencia termed, akkor, vagy ha nincs, akkor mondom hangoutot használsz, napi szintű tréninget is tarthatsz, lásd reggeli meetinget, ahol igazán a tűzbe tudod tartani az embereket, tehát az a lényeg ezeknek a tréningeknek, hogy tűzbe tartsd a munkatársaidat, hogy folyamatosan egy ilyen exponenciális tudatállapot, ez a legjobb kifejezésben, tartsd az embereket. Tehát nem, itt nem a megmondó szerepet kell játszani, tehát én soha nem a megmondó vagyok, hanem én mondom, és hogyha te olyan tudatállapotban vagy, hogy nem egy szkeptikus tudatállapotban, hanem oké, mit akar ez mondani, tudod alatt bejön egy olyan ötlet, egy olyan basszus, tényleg, ezt leírod, és hogyha most képzeld el, hogyha 5-ször van mondjuk minden reggel egy ilyen tréning, mint amit én is csinálok, az 5-szöri olyan felismerés, áttörés sorozatot fog nálad eredményezni, ami által te a saját csapatodat már le tudod trénerelni, le tudod oktatni. Hát most képzeld, de csak úgy gondolj bele, hogy milyen jó helyzetben vagy, én fogom a David Wood módszerét, megmutatom neked, te jössz egy olyan tudatállapottal, hogy oké, okay, ez lesz az üzlet, amit most megcsinálunk, ugye van a saját üzletednek, ha van, gondolom, van egy ilyen hangulatot, hogy az Empowert is csinálod, akkor ezzel a kettővel tudod fölépíteni az első igazán komoly jövedelmedet, fogod magad, és ugye jegyzetelsz itt a reggeli tréningen, és fogod magad is leoktatod a saját csapatodnál is egy részét. Ha nincs kedved még, akkor addig hozod el az én tréningemre az embereket, ameddig azt mondod, hogy basszus, ezt én is meg tudom csinálni. És hangsúlyozom, ne, hogy rosszul mondom, hogy nehogy megsérülj, nem lefele kell szponzorálni, hanem magadnál sokkal jobb ember kell találni. Tehát hiába hozol be te, mit tudom én, olyan embert, aki hát úgy belépett, de már ki is lépett kategória, mert tudjátok, kiről, vagy miről, mikről beszélek, hanem olyan embereket keres, aki nálad jobb, tehát ezt nem tudod előre eldönteni, de valami kis megérzés fog lenni, ha meg fogod látni, és hozd rá a reggeli tréningre, építsd rá erre a rendszerre, és ha ezt megteszed, akkor rájössz arra, hogy oké, igen, ezt most én ezt másképp mondanám, de körülbelül ugyanaz, csak én egy másabb kategóriának fogok kommunikálni, és kipróbálod. És akkor rá fogsz jönni arra, hogy a te saját réspiacodnak te fogsz kommunikálni, téged fogadnak el szakértőnek, és egyre többen fognak hozzá csatlakozni. Ezt mondja David Wood, hogy a következő lépésre úgy tudsz fölmenni, a következő szintre, ha téged fogadnak el szakértőnek. Na most itt ez egy nagyon libikókás dolog, mert sokan azt hiszik, hogy itt főnöknek kell lenni. Majd én megmondom, ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld. Van ilyen, nem? Tehát láttatok már ilyet. Hanem ki kell harcolni, tehát meg kell harcolni azért, hogy téged elfogadjanak vezetőnek, vagy szakértőnek. Még én se tartom magam egyébként vezetőnek. De hogyha elfogadnak téged, és sokszor mondják, akkor valahogy majd csak el fogod hinni, én is majd csak elhiszem, de a lényeg az, hogy ne megmondó szerepet játsszál, ne a, hogy mondjam, én vagyok a főnök típus, hanem ha te jól kommunikálsz, akkor a te szavaid hatására lesz a csapatodnál áttörés, ezt mondja David Wood. Tehát
Az olyan, mint a Theta Healing például, vagy az Arc Controlnál, vagy most van az Access Bar, vagy ugye nem sokára szó esik egy különleges technikáról, vagy akár a Psyche, ugye a docjudító technikája, egy szuper dolog, mert is meg fogjátok ismerni. Amikor például a Judit, amikor itt tárgyalunk, ugye nagyon sokat segített nekem az elmúlt időben a Judit, úgyhogy innen köszönöm neked, nem azt mondta, hogy figyelj, de most ezt csináld, meg ezt csináld, meg ezt csináld, hanem ha ez döntöd, ez lesz, ha ez döntöd, nem ez lesz, beszélgetett velem, tehát neked is, mint szponzornak mondani kell, beszélgetni kell az emberekkel, és azt a gyémántot, ami mindenkivel rendelkezik, és mindjárt mondom, hogy ezt hogy lehet majd megcsinálni, ezt kezded el fölemelni a másikba. Tehát ez a történet nem rólad szól, hanem a munkatársakról. Tehát itt most jelen pillanatban az a reggeli meeting, ez nem Mr. Willy-ról szól, hanem a Veszeli Júliról szól, a Fekete Andiról szól, a Cudar Beáról szól, a Kovács Ildikóról szól, a Ritz Andiról, és stb. Stb. A Billy Bo Kárpiról, meg mindannyiótokra. Nem én rólam szól. Hogyha a reggeli meetingen én nem tudom megmozdítani benned azt a gyémántot, akkor egyenlő a nullával ez a tréning. De ha picit megmozdul, na akkor tudod elérni azt, hogy talán a következő tréningre is jönnek az emberek. Ez gyakorlás kérdése. Azért mondom, ez egy következő szint, még én is ezt így határmesdjén vagyok, de mivel gyakorlom már, én szeretnék egy magasabb szintre kerülni, és így húzlak benneteket magammal, mutatom a példát, látjátok, amikor én hülyeségeket csinálok, azt nem követed el, amikor meg viszont hát, ha jó dolgot is csinálok, azt meg kövesd el, és te is fogod a te saját csapatodat ugyanúgy tanítani. Ez az, ami másolható, nem a megmondó típus meg, hogy tartsál ugyanolyan bemutatókat, és aztán utána kész kiégsz, meg olyan hármas konferenciákat, aminek semmi értéke már nincsen, meg nincs is kedvet csinálni, de azt mondta a szponzor, hogy már pedig neked ott kell lenni Budapesten, egy olyan tréningen, ha nem vagy ott, akkor nem is vagy a csapatunk tagja. Hallottatok már ilyet? Tehát egy borzasztó, ami így néha látom én is, itt nem ez a van. Itt tudsz egy magasabb szintre kerülni. Hangsúlyozom, nem én találtam ezt ki, David Woodnak az egyik tréningen este hallottam, ő ezt mondja. Én hiszek neki. Nem kérdőjelezem meg az ő módszerét. És ha már itt a gyémántról beszélek, ez is, hogy magasabb szintre tudják kerülni, ugye föl kell hívnod magadra a figyelmet, tehát hogyha te értéket adsz, hogyha kitűnsz a tömegből, csak úgy tudsz kitűnni a tömegből, ha igazi értéket tudsz adni, és ez az érték, ez maga az a gyémánt, amivel te rendelkezel. Ugye sokan írtátok be ide, hogy pénzért jöttetek. Tehát te most... Valljuk be őszintén, nem azért jöttél ide, mert ilyen melegben jó, hogy csücsükéne számítógép előtt aztán úgy nézni engemet ebbe a kék pólóba, hanem arra válsz, hogy én adjak neked olyan információt, amit lehet, hogy csak egy szó vagy egy mondat, be tudsz építeni a mai napodba, és egy magasabb szintre tudsz emelkedni. Na most a pénzteremtés művészete, én azt tudom nektek mondani, szerintem a világ egyik legjobb, vagy legkönnyebb dolga, bármennyire furcsa hangzik. Nagyon könnyű pénzt csinálni. Azok, akik rájöttek erre a pénzteremtés művészetére, az emberiségnek az 5%-a, az esetek többségében azt látom, hogy ezek az emberek uralni tudják az energiát. Ez most nem egy ilyen spirituális megmozdulás, hanem egyszerűen arról szól a dolog, hogy amit te tudsz, amihez te értesz, amiért te leszülettél ide a földre, az a te gyémántod. Ha ezt a gyémántot ki tudod hozni magadból, és mindjárt mondom, hogy az hogyan lehet, akkor azt az emberiség szolgálatából tudod állítani, és azért az emberek fizetnek neked. Szerintetek ez így van-e? Megmondom pontosan, hogy van ez. Tegyük fel, hogy te elvégezte egy csomó iskolát, mert azt mondták, hogy most ezt el kell végezni, és akkor jó fizetést kaptak esetleg a tanárok, meg a docensek, meg minden, de te még mindig ott vagy, hogy és biztos láttatok már, hogy a gyerekek elvégeztek egy csomó iskolát, és akkor ott van a szülő, hogy hova jó égbe iskolázzam már be, mert lehet, hogy nincs olyan hátszellem, hogy hova tegyem be milyen munkahelyre, ugye? Elmondom nektek, mert minden munkahelyben van telve, le vannak osztva a lapok, ha neked a gyerekednek nincs jó hátszele,
akkor el kell gondolkozni, hogy most mi a jó ég legyen. Nem tudom, hogy ez így van-e szerintetek, vagy nem így van. Én ezt megtapasztaltam. Mit tudsz adni a gyerekednek például? Hát magát, azt a gyémántot, ami benne van, egyszerűen megmutatod neki, és erre adom nagy segítséget a jövő héten, megmutatod neki, hogy hogy tudja megtalálni magába a gyémántot. Tegyük fel, te elvégezte egy csomó iskolát, rájössz arra, hogy már sok ügyvéd van, már sok orvos van, rájössz arra, hogy agymosáson mész keresztül az egész egyetemi éveid alatt, és már nincsen hangulatod, ha orvosnak tanultál, bemenni egy kórházba, és állandóan ügyeletet adni, és megharcolni például a paraszolvenciával, meg már mindenhova ilyen követnek ilyen kamerák, hogy hol fogod majd elfogadni a cuccot, tehát tudjátok, miről beszélek, és rájössz arra, hogy baromira ez nem érdekes. Most mit tudok csinálni? Mondjuk orvosnak tanultál. Kimész valami másik országba? Igen, nem, de akkor meg elhagytam a családot, meg borzasztó. Látjátok, hogy mik vannak, ilyen vándorlások. De megtalálod magadba a gyémántot, és most kapaszkodj meg. Lehet, hogy te rájössz arra, hogy igaz, hogy kitanultad mondjuk az orvosi egyetemet, vagy jogászt is kitanultad. De esetleg nincs olyan hátszeled. De mondjuk teszem azt, közben az egyetemi éveid alatt annyira stresszes voltam, mondjuk, hogy kijött egy gyomorfekély. Hát ugye az orvosi társadalom mellett már nem tud ezen segíteni, mert persze megműtenének, stb. De ez csak rájöttél, hogy van egy termék, aminek alapján, hogy ezt csinálom, eszegetem, akkor az a gyomorfekély kezd úgy helyrejönni. Közben rájöttél arra, hogy azért, mert stresszes voltam, azt valami előidézte, és meg tudod szüntetni a stresszt. Elkezded saját magadat meggyógyítani, és rájössz erre. Rájössz erre, hogy basszus, lehet, hogy én azért születtem, hogy sok embernek segítsek a gyomorfekének a megszüntetésére, és lehet, hogy itt egy terméknek a használata, az ezzel háttérbe párosuló szellemi tanítás, ugye a networkereknél van a szellemi tanítás, és rálépsz erre az útra. Elkezdesz sütni mondjuk jó minőségű kenyereket, mondjuk gluténmentes kenyeret. Most ezt kísérletezzük. És rájössz arra, hogy basszus, nem más fogja megoldani az dolgaimat, hanem én saját magam, nekem kell kitalálni a gyémántot, és amikor te erre rájöttél, akkor a hasonszörű embereket be tudod vonzani a mi technikánkkal, és elkezdenek téged fölhívni, hogyha erről esetleg blogolgatsz, hogy figyelj meg, de nekem is van gyomorfekém. Már 30 éve járok orvoshoz, és tényleg annyira egyszerűen, hogy mondjuk kiiktatom a lisztes cuccokat, hogy ne menjen föl a vércukor szintem. És akkor hogy van, hogy kell sütni gluténmentes kenyeret? Most mondom a példát. És akkor kérik tőled az információt. Te meg azt mondod, hogy oké, figyelj, itt vannak az értékek, így kell csinálni a gluténmentes kenyeret, de amennyiben szeretnél esetleg eljönni az egyik kurzusomra, igaz, hogy az pénzbe kerül, de tényleg egy jelképes 10 dollárba kerül személyenként, mint a Lurdi házba találkozunk, itt tudsz jelentkezni, iratkozzál fel itt a csatornámra, és akkor fogod folyamatosan kapni az információkat, gyere el, tényleg egy 10 dollár, ez csak azért van, hogy az alapanyagokat, amit ugye mi sütünk, főzünk, ott meg tud kóstolni, ne kelljen hozni ott neked valami. Természetesen ott van neked mondjuk egy 5 dolláros hasznod azon, most csak mondtam egy példát, tehát úgy irányítod a dolgokat, hogy persze pénzt is tudjál, de te a saját értékadó gyémántodat a szolgálatába állítod az emberiségnek, és ezért fizetnek. Ennyire egyszerű a pénzteremtés művészete. Ezt folyamatosan, ugye ebben is vannak szintek, amiben akarunk nektek segíteni, és lefőtt a kávé. Rájössz arra, hogy basszus, ha ezt tanultam volna az egyetemen, akkor már rég fiatalon nyugdíjba lehetett volna menni. Láttok már ilyen fiatal srácokat, akik rájöttek a pénzteremtés művészetére, mint a David Wood, vagy a Justin Varane, meg a többiek. Most azért mondom, hogy jó helyen vagytok, mert minden egyes network hálózatban vannak olyan coachok, akik tanítják a networkereket. És nekünk is van most egy olyan szerencsés helyzetünk, hogy sikerült találnom egy olyan embert, akivel már régóta szemezgetünk, hogy kóstogatjuk egymást, és az az ember, akit el fog nektek hozni, már egy párotok ismeri, egy olyan technikával rendelkezik, amivel
pikpak, így 5 nap alatt meg tudod tanulni az alapokat, amivel rájössz arra, hogy a te gyémátorod, hogy tudod az emberek szolgálatába állítani. Ezt fogod magad, beülteted a kalátukba, aztán jön a pénz. Nem tudom, ez érdekel-e benneteket, vagy úgy érdekesnek találjátok-e, mert ugye lemegy ez a 90 nap, és utána egy egyhetes intenzív tréninget, amit ki tudtam ugye harcolni az úriemberből, ingyenesen lead nekünk. Ennek az értéke körülbelül személyenként 40 ezer forint lenne, csak úgy elmondom nektek. De ezt most, aki a mi csapatunkban van, egy teljesen olyan tréning formájában, ha benn vagy, egyetlen egy elvárásunk van, hogy legyen meg ez az alap Kalatu rendszered, ez az egyetlen egy elvárásunk van, amit hangsúlyozom, nem nekünk kell kifizessed, hanem a cégnek, hogy béreld ezt, ami neked jó természetesen, elindítod már 5 nap alatt azt a folyamatot, amire egész életedben vártál. Meg fogod látni, dobsz egy olyan hátast, olyan információkat fogtok kapni, ami, hát én azt tudom mondani, hogy egyedülálló most az országban is ez az egész rendszer. Én nem is tudom, hogy sikerült rávenni az úriember, hogy ezt megcsinálja, de sikerült. Úgyhogy 99%-ban vagyunk a tárgyalásban. Ő is oszlopos tagja lesz a rendszerünknek. Most ugye folynak még a tárgyalások, de ezt tegnap már úgy lefektettük az alapokat. Én engem azért nem láttok néha ugye a gép előtt, mert én folyamatosan a háttérbe ütöm a vasat, bozót vágok késsel előttetek, hogy ti kényelmesen tudjatok jönni utánunk. Tehát ez a jövő, ugye 90 napos tréninget most be fogjuk lassan fejezni, és az utána következő hétfőre van kitűzve ez a tréning sorozat, úgyhogy én csak az előpromóciót csináltam most, gyertek, regisztráltok be, tényleg 9 dollárra be tudsz regisztrálni, ki tudod próbálni a rendszerünket, utána egy hét múlva van az ábrédolás 25 dollár, ennyi az összköltséged, kapsz 2 hónap affiliate tagságot teljesen ingyenesen a cégünktől, ami alapján te be tudsz hozni bárkit, aki után már te kapsz pénzt, tehát nagyon ingyen van az egész történet. Hogy tetszik az információ nektek? Őszintén, tényleg. Értetek, csináljuk, ezt nem csinál senki. Nekem a szponzorom például nem ad nekem ilyen tanácsokat, senki. Úgyhogy ezzel a, kicsit túl is húztam el most 10 óra 50, ezzel a információval szeretnék nektek egy nagyon szép napot kívánni. Engem most ma nem fogtok megtalálni, mert elmegyek egy kicsit kajakozni, remélem elengedtek, de a videóimat nézzétek, iratkozzatok fel újra a csatornákra, dolgozzátok fel a videókat, csináljátok a blogbejegyzéseket, tegyétek ki, posztoljátok a közösbe is, úgy, ahogy eddig is megszoktuk, cenzúrázzátok egymást nagyon keményen, azért, mert inkább a szűrőn most tagadjon föl, mint hogyha kiteszed a világhálóra, és elkezdenek ottan téged esetleg macerálni vele. Nagyon jó a csapatunk, szerintem most jó a szél, amiben benne vagyunk, jó a hullám, amin rajta vagyunk, használjátok ki, úgyhogy ezekkel a szavakkal búcsúzom. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és akkor próbáld most fotókat, meg videókat is készíteni, hogy lássátok az én életformámat. Úgyhogy én csak annyit mondok nektek, imádlak benneteket, értetek, teszem. Értitek? Sziasztok!